Egyszer volt, hol nem volt, volt egy rengeteg erdő, abban lakott világóriás. Annak annyi gyereke volt, mint a rostalika. Mindent felemésztettek, ami körülöttük volt. Egyik gyerekük állandóan ott sündörgött apjuk körül, lögdöste, hogy foglalja már el azt a kis területet. Azzal a csepp pocsolyával, ami még nem az övék, mert már mindent az uralmuk alá hajtottak. De egyszer betoppant legkedvesebb embere a gyűjtő. Ezt mondta. Jön hozzám az írnokom, és ellenkezik. Pedig megparancsoltam neki, hogy hozza ide a húgát, mert az nekem tetszik. Ő meg ellenáll. Utána megyek, hogy megfogjam. Erre eltűnik abban a várban. Le kell rombolni. Világkirály ekkor magához vette katonáit, a faltörőt, a nagy orrút, és elindultak a vár bevételére. Ám akármilyen közel kerültek hozzá, mindig távol maradt. Lementek egy völgybe, olyan hideg volt, hogy szinte megdermedtek. Aztán egy hatalmas, tüskés, bozót erdő állt a útjukat. Majd egy folyó miatt nem tudtak tovább menni. A katonák is összeverekedtek már, annyira féltek, mert elérhetetlen volt a vár. Mire odaértek, kiderült, hogy ezt a várat nem lehet csak csellel bevenni. Hízelgés hadvezért küldték el, hogy vegye rá a vár lakóit, adják meg magukat. A várban erről nem vettek tudomást. Vagyok volt ott a király, felesége pedig Hit volt. Gyerekeiket együtt nevelgették. Benned látom a végtelent, mondta Hit királynő férjének. Benned önmagamat látom, mondta Vagyok király feleségének. Sokat beszélgettek, néha a hallgatás nagy óceánján úsztak együtt. De egyszer Hit királyné elaludt, és Vagyok király ő nélkül nézett ki a palotából. Gyöngeség és szédülés fogta el. Valami belül azt mondta, add meg magad a világnak. Aztán ráadásul eljött emlékezett hercegnő, és az ő szemében még csábítóbb volt világóriás birodalma. Sőt, még képzelet királyfi is betoppant. Ő volt az a herceg, akit a királyné állandóan figyelt, nehogy valami kárt tegyem. A királyné azonban most aludt. Képzelet a világ összes kincsét oda varázsolta a király elé, aki egyre sóhajtozott minden után, ami a váron kívül volt. Ekkor alacsony szolganépek törtek be, mohóság, kapzsiság és hasonlóak. Most már teljesen képzelet királyfi vette át a hatalmat. Mi ez az ócska kőrakás? Menjünk ki a világba! És így is történt. Az egész vár apraja nagyja kivonult. Feladták a várat. Hit királynét azonban nem találták meg. Ő a vár vizes árkában elmenekült. Titokban maradt. Udvarhölgyei hűség és irgalmasság kísérték. Ők mindig kitartottak mellette. A világ mindenkit megölt, akit csak tudott. Aki életben maradt, az moslékot kapott, alantas munkára kényszerítette őket, pocsolyaszagú ételeket kaptak, tömeges barakkokban kellett lakniuk. Vagyok királyt bilincsbe verte a világ. A börtön olyan helyen volt, hogy állandóan nézhesse volt várát, és fájdalmasan sopánkodjon. Emlékezett hercegnő mindig arra gondolt, nagy hiba volt, hogy a képzelet királyfi tervét támogatta. Még egyszer szeretett volna Vagyok királlyal találkozni. Egy szép napon odaosont a börtön ablaka alá. Tekintete összetalálkozott Vagyok királyéval. És ebben a pillanatban onnan a vár megmaradt épület részéből gyereksírás hallatszott. Hit királynénak fia született. A vár új ura megszületett. Emlékezett hercegnőnek minden félelme szerte oszlott, és halkan elindult, mert a szabadító fiú megszületett. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, itt régen támadt az egész világ, Betlehemben Királynámból méltóság, bölcsőd volnék.